Híradónkat látják, szerdán köszöntöm Önöket. A Jobbik Magyarországért mozgalom pápai önkormányzati képviselője a tegnapi képviselőtestületi ülésen nem támogatta a város idei költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Erős Bulcsú indoklásában úgy fogalmazott, a mai bizonytalan gazdasági helyzetben nem lehet kitenni a várost újabb és újabb hitelfelvételnek. Sajtótájékoztatóján szólt arról is, a Jobbik Veszprém megyei Földvédő Bizottsága vizsgálta a földhaszonbérlet pályázat nyerteseinek névsorát, és több megyei fideszes politikus hozzátartozóját is felfedezték a pozitívan elbírált pályázatok benyújtói között. Zárt ülésen tárgyalt június 26-án Pápaváros képviselőtestülete a város 2012. évi költségvetésének módosításáról. Hitelfelvételről határoztak, de ebben a napirendi pontban Erős Bulcsú nemmel szavazott. Döntését sajtótájékoztatón indokolta. A mai bizonytalan gazdasági helyzetben, amikor nagyvállalatoknak is igen nehéz az elkövetkező évekre, évtizedekre előre tervezni, nem lehet kitenni a várost újabb és újabb hitelfelvételeknek. Az árfolyam ingadozás, az euróvezet válsága, magának az Európai Uniónak a működésképtelenség szélére való sodródása bármikor olyan helyzetet teremthet, ahonnan nincs kiút, és veszélybe sodródhat akár a város működése is. Mint elmondta, támogatta viszont azt a szándékot, hogy az állami tulajdonban lévő HEMO önkormányzati kezelésbe kerüljön. Erős Bulcsú arról is tájékoztatott, hogy a Jobbik Veszprém megyei szervezetei létrehozták a Veszprém megyei Földvédő Bizottságot. Az elhangzottak szerint céljuk a nemzeti földtulajdon védelme és a földhaszonbérlet pályázatok áttekintése. Már is olyan hírek érkeztek, amelyek hát aggodalomra adnak okot, megmondom őszintén. Angyán József volt mezőgazdasági államtitkár víziói Veszprém megyére is igazak lettek. Azzal kapcsolatosan, hogy bizony három olyan politikus hozzátartozója kapott Veszprém megyébe földterületet, akik hát a Fidesz megyei csúcs vezetéséhez tartoznak. Az országos sajtó is foglalkozott az Erős Bulcsú által elmondottakkal. A Pápavárosi Televízió információi szerint az érintettek nyilvános közleményben reagálnak a felvetésekre. Különleges játék délelőttöt tartottak ma a gyermekeknek a Fenyves Erdő bölcsödében. Az apróságok három új udvari fajátékot vehettek birtokba, de légvár, vattacukor és zenés foglalkozás is várta őket. A nyárköszöntő játék délelőtre lufikkal, színes szalagokkal díszítették fel a bölcsi udvarát a gondozónők. Azt találtuk ki a kolléganőkkel, hogy egy ilyen nyár indító, nyár köszöntő délelőttöt csináljunk a gyerekeknek. Más lesz, mint a megszokott játék délelőtt, mert hogy színesebb lesz, érdekesebb lesz, lesznek benne meglepetések, bár ugyanúgy a játék és a gyermekek lesznek a főszereplők, csak egy kicsit most másképp gondoltuk. A meglepetés az a három új kültéri fajáték volt, melyet a különböző adományok segítségével vásárolt meg a bölcsőde. Ezeknek a jelképes felavatását is most tartották. A játékok kifejezetten fajátékok, és miután a fajátékok elég drágák, ezért elég sokat kellett kutakodnunk, hogy a lehető legjobb árajánlattal tudjunk vásárolni. A teutonok által ajándékozott pénzből vásároltuk meg a lovas szekeret, két ló és egy szekér, és a rönkvonatot. Ezen kívül a tavalyi vajdai napok bevételét egészítettük ki, abból pedig megvásárlásra került a traktor a két pótkocsival. A három új kültéri játék közel 500 000 forintba került, de az intézmény fontosnak tartja, hogy a fajátékokkal már ilyen kiskorban segítsék a környezettudatos magatartás kialakítását. A gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat. A kis vonathoz a gondozónők vasutas sapkát is kerítettek, a traktorhoz és lovasszekérhez pedig előkerültek a mezőgazdasági játékszerszámok. A különleges délelőttöt Embarga Veronika műsora tette még színesebbé. A Musical Studio vezetője gyermekdalokat énekelt a kicsiknek. Sikeresen zárta a 2011-2012-es tanévben az iskola rendőre programot a pápai rendőrkapitányság, mondta el híradónknak Császárné Elek Veronika, kiemelt megelőzési főelőadó. A kapitányság illetékességi területén 22 általános iskola működik, a rendőrök ezekkel tartották a kapcsolatot a tanév során.
Az alezredes úgy tapasztalta, az oktatási intézmények egyre inkább igénylik a rendőrség ezen szolgáltatását. Az iskola rendőre program szeptemberben a forgalmasabb utak mentén fekvő iskolák gyalogátkelőhelyeinél forgalomsegítéssel kezdődött. Szeptemberben és októberben megkezdődtek a tanórák, közlekedésbiztonsági tanórákat tartottunk, főként az első osztályosoknak, hiszen ők most jöttek az óvodából a közlekedési szabályokkal, vagy éppen azzal az útvonallal, ahol most újonnan kell közlekedniük, nem biztos, hogy tisztában vannak, nem tudják, hogy biztonságosan hogyan kell eljutni az iskoláig, ha netán nem kísérik őket. Ebben szerettünk volna nekik segítséget nyújtani, de természetesen a felsőbb évfolyamoknak is tartottunk közlekedésbiztonsági órát. A tanév elején folytatódott a Superbringa akció, melynek keretében átvizsgálták a gyerekek által bemutatott kerékpárokat, három iskola pedig a Superbringa tanfolyamot is megtartotta. Az iskola kezdési kampányt követte a tanév során a tanórák tartása, de nem csak közlekedési témában kérték a pedagógusok az oktatást, hanem drogprevenciós órákat is tartottunk a gyermekeknek, illetve főként arról tájékoztattuk a fiatalokat, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek az ő korosztályukra jellemzők, illetve hogyan tudják elkerülni azt, hogy áldozatokká váljanak. Volt olyan iskola, nem is egy, ahol az iskola rendőr minden évfolyamba el tudott jutni, és szinte minden témát körüljárt a gyermekekkel. A tanév során a 22 iskolában 100-nál több tanórát tartottak az iskola rendőrök, akik leginkább körzeti megbízottként teljesítenek szolgálatot a kapitányságon. A 2011-2012-es tanévet közlekedésbiztonsági nappal zárták az iskola rendőrök. Ezt a több elemből álló programot 4 oktatási intézményben tudták megtartani. Elhasználódtak a tartógerendák, ezért a nyár során felújítják a nagy templom tetőszerkezetének egy részét. A beruházás nem része a főtér rekonstrukciójának. A felállványozott nagy templom a kastély felül, a tetőszerkezetet javítják. A tetőzetnek a fele lesz felújítva azért, mert rengeteg gerenda elrohadt, nagyon sok gerendát megrágott a szú és egyéb károsodás érte, valamint a cserepek eltörtek. A sérült gerendákat lecserélik és új tetőcserepeket helyeznek el. A város adott területfoglalási engedélyt szeptemberig. A beruházással tehát őszre végezni kell. A szükséges pénzügyi hátteret adományokból és az egyházmegyei felajánlásokból fedezik. A templom tetőszerkezetének felújítása nem része a főtér rekonstrukciójának. 2008-ban kezdtük a nagy templom felújítását már, és ez a második üteme a felújításnak. Az első üteme volt a két oratóriumi tetőnek a felújítása, a kicserélése részlemezből. Azután a tetőtérből 200 köbméter szemetet és hulladékot kellett leszállítani. Azon kívül kellett csinálni egy védőtetőt a tetőn belül. A felújításra fordított eddigi összeg 100 millió forint. A további munkák a pénzügyi forrásoktól függnek, mondta Mail József. Holnap változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. Csütörtökön változóan, északon és keleten helyenként erősen felhős idő várható, arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Délután este felé egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A nyugati-délnyugati szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán. A folytatásban a belvárosi rehabilitációról szóló hírösszefoglalónkat láthatják, maradjanak velünk!
Régészeti feltárással kezdték, majd a közműhálózat cseréjével, építésével folytatták a főtér felújítását. A közművek nagyrészt elkészültek, jelenleg a térburkolást végzik a Korvin utca felőli oldalon. 2010. szeptemberében adták át a főteret munkaterületként a belváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekthez. Először régészeti próbafeltárást végeztek a nagy templom körül, majd 2011-ben a tér nagy része kutatási terület lett. A közműcsere, illetve építés ugyanis 30 cm-nél mélyebben fekvő talajrétegeket érintett, ilyen esetben az előírások szerint kötelező a régészeti feltárás. A közművek már a szinte teljesen kész állapotban vannak. A közművek a főtér egészében 92%-os készültségi fokon vannak, még a nagy templom és a Kossuth utcai bejáró kapuszin közötti területen kell még egy minimális közműépítési munkát végezni, illetve természetesen még a közvilágítási munkák vannak a közművekből hátra. Azokon a területeken, ahol a közmű munkákkal végeztek, elkezdték a közterület burkolást. A plébánia soron idén tavasszal 1000 négyzetmétert készítettek el. Jelenleg a tér túloldalán dolgoznak. Az ütemtervek szerint az idén szeptember végéig, október közepéig a Korvin utcától elkészül egészen a már megépített plébánia sori területig. A Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője által említett terület közel 10 000 négyzetméternyi. Ennyit látnak el térburkolattal. A belváros rehabilitációja 1,9 milliárd forintos költségvetésű projekt. A kifizetések rendben zajlanak, forráshiány miatt a munkákban fennakadás nem volt, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet tegnap tartott Pápa polgármestere. A belváros rehabilitációjának a 2002-2013-as költségvetésben szereplő teljes költsége 1 milliárd 930 millió 756 ezer forint. A projekthez az Európai Uniós támogatás megközelíti az 1,4 milliárd forintot. A beruházás pénzügyileg megfelelően finanszírozott, mondta Pápa polgármestere. A főtérrel, belváros rehabilitációval kapcsolatos semmilyen számla kifizetését forráshiány eddig nem hátráltatta. Tehát ez a hitelfelvétel, illetve a kötvény, ezzel nincs összefüggésben. A város pénzügyeit érintő két kérdésben hozott döntést tegnap Pápaváros képviselőtestülete, erre utalt az előbbiekben dr. Áldozó Tamás. A képviselőtestület felhatalmazása alapján a Pápa 2027 kötvény fizetési feltételeinek módosításáról tárgyal majd a polgármester a folyósító pénzintézettel. Kötvény tőketörlesztésének átütemezésével szabad forrásokhoz jutna az önkormányzat, magyarán nem kellene törleszteni, hanem azt a fejlesztések finanszírozásába be tudjuk vonni. Emellett 500 millió forint hitel felvételéről döntöttek a képviselők a június 26-ai ülésen. 2011. december végén ez a döntés 1 milliárd forintról szólt, ezt az összeget most a felére csökkentették. Most, amikor 500 millió forint kibocsátásáról döntünk, akkor a korábbi döntésünkhöz képest ugye azt az eredményt tudjuk elérni, hogy az önkormányzat adósságállománya nem 1 milliárd forinttal nő, hanem 500 millióval. És ugye a kötvény tőketörlesztésének az átprogramozása szólna arról, hogy a másik 500 millió forintnyi forrás felszabaduljon. A plusz forrásokkal a városi beruházások költségvetési keretét bővítik. Amint híradónkban elhangzott, a nagy templom tetőszerkezetét is javítják a nyári hónapokban. A felújítás nem része a főtér rekonstrukciójának, a beruházás egyházi finanszírozású. A templomi munkák nem befolyásolják a térburkolás ütemét, mondta a Pápavárosi Televíziónak ma a Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. A plébánia sor térburkolása után a templom mögötti terület következett volna. Közbeszólt azonban egy nem tervezett munka, a nagy templom tetőszerkezetének a javítása. Az egyháznak viszont most sikerült erre megfelelő pázatot és megfelelő forrást szerezni, és én azt gondolom, hogy inkább most készítsék el, mint amikor már készen van a térburkolat, és nem a térburkolatra kell a több tíz tonnás darut felépíteni. A templomon végzett felújítás nem része a főtér rekonstrukciójának, nem önkormányzati finanszírozású beruházás, és ami a belváros rehabilitációja szempontjából lényeges, nem befolyásolja a térburkolás ütemezését.
Bízom abban, hogy a kivitelező befejezi addigra a tetőszerkezet felújítását és elbontja a toronydarut, mire mi a burkolással visszaérünk arra a területre, ahol a munkát abba hagytuk. Tehát jelenleg nem befolyásolja a burkolatépítést. Németh Tamás elmondta, a templom mögötti területen szeptemberre tervezik a munkákat. Addig a tér nyugati oldalán, illetve a Gróf úton dolgoznak. Kedves nézőink, a belváros rehabilitációjáról szóló hírösszefoglalónk első számát látták. A legfontosabb aktualitásokkal és érdekességekkel egy hét múlva jelentkezünk újra. Viszontlátásra!